tanítóképzőbe jártam, a Csalogány utcai képzőbe, és ott az első tanítási napok egyikén behívott az igazgatónő, és azt mondta, nagy tiszteletben kellett tartani az igazgatónőt, nem csak pukedlizni kellett, hanem még késcsók is volt, és azt mondta, hogy hát mit akar maga, úszni vagy tanulni? Hát mondtam, én mind a kettőt szeretném csinálni. Hát akkor igyekezzen. Szóval akkor én egy kicsit így elszomorodtam, de azért ugye a tanulásba is megálltam a helyemet, elég jó tanuló voltam, és az igazgatónő is megkedvelt, nem csak, hogy megkedvelt, hanem elismerésben részesített. Emlékszem rá, hogy volt egy iskolai ünnepély a díszteremben, és az egyik alkalommal váratlanul azt mondta, most megkérem Novák Ilonkát, hogy fáradjon föl a dobogóra, elmondta, hogy én kint Olaszországban egy úszóversenyt megnyertem, és ő neki nagy örömet szereztem vele, és dicsőséget az országnak. Ő maga emlékeztetett arra a négy szem közti beszélgetésre, ami ő közte és köztem lezajlott, hogy úszás vagy tanulás, és mondta, hogy mind a kettő megy, és átnyújtott egy borítékba. Én nem tudom, mennyit pénzjutalom volt, az fogalmam sincs, hogy akkor az mennyi volt, 50 forint, 100 forint, nem emlékszem rá, de lényeg az, hogy nem is forint pengő volt akkor, hogy nagyon jól éreztem magamat, és nagyon szerettem azt az iskolát, és végig támogatták azt, hogy a versenyeken részt vehessek, ha esetleg nemzetközi versenyek voltak azokon is. Édesanyám, édesapám jó úszók voltak, szerették az úszást, de nem voltak versenyzők, de ők tanítottak meg úszni, és azután mindig nagyon támogatták az edzéseket, hogy pontosan, rendesen járjak, akár reggel, korán voltak az edzések, akkor még úgy számított, hogy korán, ha 3-4 hétre az uszodába mentünk, ma ez már késő, mert ma már egy órával korábban ott kell lenni legalább. Na hát szóval így kezdődött, és természetesen, ha én úsztam, edzésre mentem, akkor a húgom, aki nálam jóval fiatalabb, az Éva 5 évvel fiatalabb nálam, ő is jött velem. Úgyhogy így aztán ketten kezdtük el tulajdonképpen az úszópályafutást, az úszókarriert, ami jó sokáig tartott, mert én tulajdonképpen egészen 55-ig úsztam. 55-ig úsztam. Versenyeztem, és tulajdonképpen még az 56-os olimpiára is készültem, de aztán abba maradt a felkészülésem 56 tavaszán, mert édesapám akkor meghalt, és akkor már a biztatás, a lelki erő már kevesebb volt azokhoz a követelményekhez, amik akkor voltak.